Sziasztok, szép délutánt nektek, egy újabb csütörtök, úgyhogy Egység magazinunk következő részével érkeztünk hozzátok Kozma Kati életút tanácsadóval, köszöntelek! Szia, szervusztok! Érkeznek hozzánk tőletek a felvetések, kérdések, úgyhogy ma is ilyennel megyünk tovább, és ezeket köszönjük szépen. Örülünk, hogy ennyien itt vagytok velünk, és viszitek magatokkal azokat a gondolatokat, amiket Kati is továbbad, amikről itt beszélgetünk. De hogyan is találjuk meg az életcélunkat? Na, ez lesz a mai fő témánk, ebből indulunk ki, és nyilván rengeteg más, ehhez kapcsolódó hasznos gondolat is jöhet, ami jól jöhet nektek is, és bízunk benne, hogy a kérdező is megkapja majd azokat a válaszokat, amire most szüksége van. Én is köszönöm a kérdést. Ennek egy részét már, hogy gyerekkorban merre irányítsák a szülők a gyermekeket, azért már pedzegettük korábban. Gondolom arra, akik már hallgatott minket, az emlékszik, esetleg, ha nem, akkor vissza lehet keresni. De a lényeg az, hogy az életcél az nagyon ritka, hogy az ember 3-4-5 éves korában már tudja, hogy ő mi akar lenni. Van ilyen is, hogy én festő akarok lenni, vagy építészmérnök, de mindenki tudja, hogy a fiúk esetében a tűzoltó az a menő, meg a... Vagy a mozdonyvezető, vagy valami igen, ilyesmi. Még a szemetes autó is nagyon tényleg top helyen van. A lányok esetében a királylány, a fodrász, és hasonlók szintén, meg tanítónéni. Én óvónéni és tanítónéni, igen, nálam ez a vonal futott. Tehát, hogy igazából ez is mutatja, hogy amire rálátásunk van, vagy ami számunkra éppen vonzó, az mindig egy cél. Hogyha egy kicsit nem cinikusan, de mégis azt a népszerű képet veszem elő, hogy mindig kell az embernek az a répa, mint a szamárnak a boton, hogy elinduljon, hogy menjen, kezdjen el keresni. Tehát, hogy ott lebegjen a ott cél lebegjen igazából. Valami előtte. És nyilván, hogyha az élet nem arra fele akar terelgetni, én például eredetileg óvónéni akartam lenni, és az élet az úgy csinálta, hogy lepofozott arról az útról, és egy másikra terelt rá. Most már nagyon jól látom, hogy teljesen igaza volt, akkor borzasztóan meg voltam sértődve. Biztos erről számos más ember is a hallgatók közül tudna ilyen történeteket mesélni, hogy eszébe nem jutott, hogy ő majd az lesz, amivel felnőttként foglalkozik. Igazából az életcél az utólag fogalmazható meg, vagy az élet második felében, amikor már az ember egy csomó mindenen átment, egy csomó varga betűn keresztül ment, a személyisége is egy csomó tapasztalattal gazdagodott, és van a tapasztalatokból lehetősége választani. Ezek alapján, amiket most mondtál, nekem az rajzolódik ki, hogy kellenek a célok, tehát félreértés ne essék, ezek kellenek, de nem baj, hogyha nem egyet sztárolunk úgymond, vagy emelünk nagyon magasra, hanem mindig vannak előttünk olyanok, amiket úgymond beláthatóbbnak veszünk, és fogadjuk mondjuk a köztes részeket. Igen, én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan célok, amik bekerülnek hátra a kis polcra az agyunkba. A informatikusoknak ismerős lesz a Residence Memória című kifejezés. Tehát hátul a kispolcon ott vannak célok. Nekem is voltak ilyen célok, mert 10 éveim végén, 20 éveim elején. Most már 50 akárhány évesen belátom azt, hogy szuper, meg is voltak a képességem, jól láttam, hogy ez egy jó cél, de addig, ameddig az élettapasztalat nincsen meg hozzá, hiába van rálátásom, megérzékem bizonyos kérdésekben, sokkal-sokkal finomabban, tapintatosabban, megengedőbben tudok nagyon sok kérdésben rálátni dolgokra, és ezáltal támaszt nyújtani, irányokat nyújtani, mert ugye itt nem minősíteni kell egy életút tanácsadói munkában, hanem támaszt nyújtani. Tehát sokkal megengedőbb az ember, és sokkal többet tud segíteni. Tehát az, hogy én valamire azt mondom, hogy na hát ezt nem, nem érnem, azért, mert az én életemben az nincsen benne, vagy én azt nem szeretném, vagy nem úgy csinálom, attól még van 15 másik, akinek az lesz a jó, azzal fog tudni jól kiteljesedni, szórakozni, mert az ő habitusához, az ő jelleméhez, az ő természetéhez az való. Most azért bízunk benne, hogyha mondjuk
nektek is eszetekbe jutott az, hogy mi volt akár a kiskamaszkori nagy tervetek, és hogy most hol vagytok, akkor ebben inkább azért a pozitivitást látjátok, és a rengeteg tanulságot, de hogyha ez még nem így lenne, akkor is érdemes velünk tartani a továbbiakban, mert hogy ehhez még sok hasznos gondolat érkezik. És hogyha lehet egy kérésem, csak játszunk egy kicsit, lehet, hogy a poszt alá esetleg ezt fölírjátok? Tehát ahogy én óvónéni és életúttanácsadó párosításban játszom, és azért mellette van még egy pár másik képesítésem, úgy kíváncsi lennék, hogy kiből milyen cserebogár lett. Szóval írjátok meg nekünk bátran, mi pedig jövünk vissza nem sokára. Továbbra is írhattok a kép alá, hogy nektek mi volt a tervetek, az úgymond életcélotok korábban, és most végül miben mutatjátok meg a tehetségeteket, miben adjátok a tudásotokat. Na de mi a helyzet akkor? Tehát az egy jó dolog, hogyha ezt a helyén tudja kezelni az ember. De mi a helyzet akkor, hogyha valaki nagyon máshová jutott el, viszont ő még mindig szeretne ragaszkodni az eredeti elképzeléshez? Az a tapasztalatom, hogy az embert az élet nem véletlenül sodorja oda, ahova sodorja, és nagyon sok későbbi szakember ezekből a varga betűkből fogja tudni megtalálni azt a specializálódást, ami a kiteljesedést fogja hozni. Igazából az elsődleges, amit meg kell tanulni, hogy amit épp csinálok, azt tudjam kedvel és jól csinálni, akkor is, hogyha nem tökéletesen az én irányom, nem tökéletesen az én úgymond célom, amit eredetileg elgondoltam magamnak. Ugye ez kezdődik már gyerekkorban, meg tinikorban, amikor minek tanuljam ezt vagy azt. Igazából azért, mert teljesen váratlanul föl tudnak bukkanni olyan szituációk az életben, amikor azt a kémiát, vagy azt a magyart igenis borzasztóan jó, hogyha megtanultuk, és tudunk mondjuk szöveget értelmezni, mert a vágyott menedzseri állásunkban mondjuk nem árt. Ott vagyunk, és a kezünkbe kerül egy szerződés, amit nekünk kell eldönteni, hogy jó-e a cégnek, vagy a saját cégünknek még ráadásul, jó a cégnek, vagy jó-e nekem, vagy nem jó-e. És hogyha nem tudok szöveget értelmezni, mert ezt kihagytam a repertoárból, ugye annó, amikor erről szó volt, akkor bizony ez hátrány lesz. És mi a helyzet akkor, hogyha most egy kicsit visszatérünk a konkrét kérdésre, ugye most beszéltünk arról, hogy mi a helyzet, ha valaki eltér, valakit elvisz az élet a cél felől egy másik irányba, és mi a helyzet akkor, ha valaki úgy érzi, hogy nincsen célja, és csak mondjuk sodródik az árral. Mondjuk valami ilyesmit gondolok a hallgatótól kapott kérdés mögé, tehát hogy ő szeretné megtalálni, hogy valami felé induljon, akkor ez hogyan lehet keresgélni? Mindenkinek az életében vannak olyan részek, amikor sodródik. Tehát ez alól én se vagyok kivétel. Voltak több olyan része az életemnek, amikor túlélésre játszottam, és igazából a keserű és a boldog ember, vagy legalábbis a jól kitartani tudó embernek a titka az az, hogy el tudja fogadni, hogy most ez van. Tehát most azért van ez az állás, ami mondjuk nem az álomállásom, meg tulajdonképpen félkézzel meg tudom csinálni, nehogy Isten unatkozom. És akkor fölteszi a kérdést. Én már sok embernek föltettem, hogy oké, unatkozol. Tehát van egy csomó időd, arra a célra fölkészülni, amit te szeretnél. Fölhasználod az időt? És általában nem a válasz. Tehát akkor kezdünk el unatkozni, amikor nem vesszük észre, hogy az élet tulajdonképpen lehetőséget egy fölkészülési időt, vagy pihenési időt, vagy átgondolási időt adott nekünk. És még jutott eszembe kérdés, amivel nem sokára vissza is térünk hozzátok, Kozma Kati életút tanácsadóval ma az élet cél, hogy ez jó legyen, ne legyen, hogyan legyen, miként legyen, ez a mai témánk. Főként tartsatok velünk, várunk vissza titeket. Hagytunk nektek most mi is egy kis időt arra, hogy akár átgondoljátok azt, amit eddig már hallottatok a mai Egység magazinunkból. Ugye lehet idő arra is, hogy valaki kitalálja, hogy akkor merre tovább, hogyha mondjuk valamivel érzi, hogy nem annyira elégedett, és mondjuk éppen van még mellette egy kis ideje, akkor az unatkozás, vagy éppen az utálkozás helyett érdemes ezt kihasználni arra, hogy keresgél, próbálkozik, hogy mi az, ami viszont neki tetszik, amiben feltöltődhet. Igen, illetve ha már én ott vagyok valahol, ahova vetett az élet, mert
megtörténik az emberrel, akkor ha én azt jól csinálom és élvezettel csinálom, akkor marad időm, lehetőségem, erőm arra is, hogy mellette, ha más nem hobbi szinten vagy gondolatban elinduljak valamerre. De az életcél az nem, tehát ezt is misztifikálják az emberek, fölrakják a piedesztára, hogy mindenkinek egy nem tudom mekkora életcéljának kell lennie. Én úgy gondolom, hogy az az ember, akikkel én találkozom, a saját lakóhelyemen 3 bolt is van, és hogyha én bemegyek, és köszönök, hogy sziasztok, mert már ismerem őket, és ők is engem, és egy fél mosollyal visszaköszönnek, kész, megvan. Azért mentem be, és azért szeretek oda járni, vásárolni, mert ezek az emberek számomra az ő életcéljukat maximálisan teljesítették. Tehát az, hogy életcél, az, hogy belülről mi, meg kívülről mi, az teljesen különböző lehet. Viszont hatással van a kettő egymásra, mert nyilván, hogyha valaki nem tudja elfogadni, amit már említettél, azt a szituációt, azt a munkát, azt a feladatot, amiben van, és ezt nagyon magára veszi, és ezt úgymond egyfolytában mondja magának, vagy elégedetlenséget sugároz saját maga irányába, akkor nyilván ez kívülről is látszik, hogy nem tud más számára sem adni ezáltal. Igen, előbb-utóbb akkor az a, így lehet elérni leggyorsabban a kiégést, kiábrándulást, ugye szaknyelven burnout, vagy bármi, én inkább azt szoktam mondani, megkeseredést. Mert hogy a saját erőmet arra pazarlom, hogy siránkozzak azon, hogy most éppen mit csinálok. Ez pedig rengeteg energiát visz el az mindent embertől. Elvisz. Mindent. Az életenergiát, az életkedvet. Akkor már haza se úgy megy az ember, mert nincsen, csak haza húzza magát, és akkor már hiába van otthon, az otthon se otthon. Tehát igazából keresni kell egy töltődési pontot. Igen, de a töltődési pontnak a nulladik, az origója, a nulladik kezdőlépése az, hogy elfogadom, hogy ez van, most ezt csinálom, és ezt akarom jól csinálni. És az ember, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy nagyon sokkal szebb lenne a környezetünk és a körülöttünk lévő világ mindenkinek, hogyha ez tudna így működni. És ehhez nem az kell, hogy minden tökéletes legyen, mert most mindenképpen biztos, hogy megszólalt az a kis szarvacskás villásfarkú, hogy persze, mert neki könnyű, mert neki minden megy. Hát aki ismer, az tudja, hogy nekem is vannak nehézségeim, meg nehéz pillanataim, meg én is szoktam hisztizni, meg dünnyögni, meg dörmögni, meg szóval én se vagyok tökéletes, de egy idő után az ember rájön, hogy na most elég. Tehát most, amikor ennél jobban lehúzom magam, akkor... Az kinek jó? Az kinek jó. Vesz az ember egy nagy levegőt, és nekiáll. És azt mondja, hogy jó, akkor most ez van. És úgymond igaz lehet az, hogy be tudjuk vonzani azt, hogyha ezzel most el vagyunk, erre koncentrálunk, és elfogadjuk, hogy de majd lesz jobb. Vagy tudjuk azt, hogy oké, most ebből hozzuk ki a maximumot, és törekszünk majd közben gondolatban arra, hogy egyszer ebből előrébb lépjünk. Igen. Igazából, ha megnézitek, ugye az, hogy mi az életcél, az most azért is ilyen nagy kérdés, mert régen mi volt? Tanultál ácsnak, tanultál varrónőnek, tanultál orvosnak, tanárnak, és egy életen keresztül csak azt csináltad. Most annyi információ tobzódik körülöttünk, annyi minden megváltozik. Nyílnak lehetőségek, záródnak be lehetőségek. Az ember próbálgatja saját magát, és ez sokkal inkább jellemző most, mint mondjuk 30 évvel ezelőttre. És azért is próbáltam nem csak egyes életcélokra, példákra leredukálni, vagy lecsökkenteni ezeket, hanem igazából nézzük meg a nagy életműveket. Az asztalos, aki nagyon-nagyon odafigyelt, és élvezettel tudta csinálni azt a munkáját. Lehet, hogyha öreg korában, mikor díjazzák, vagy díszpolgár lesz, vagy valami hasonló, megkérdezed, akkor el fogja mondani, hogy hát ő eredetileg festő akart lenni, vagy bármi más. De egyszerűen képes volt megszeretni azt, amit csinál. És ez a legfontosabb szerintem. Az életcél az majd később összeáll. Úgyhogy most ti is ezek alapján akár egy plusz motivációt, egy nagy levegőt is gyűjthettek a folytatáshoz, és mi is jövünk még vissza hozzátok hamarosan Kozma Kati életút tanácsadóval.
A rengeteg változásnál, illetve a rengeteg ingernél tartottunk az előbbiekben Kozma Kati életút tanácsadóval, hogy a mai világban azért ez ér minket. Tehát, hogy nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodnunk, nagyon sok információ ér minket, és ezáltal lehet mondjuk az, hogy valaki nem érzi magát elégedetlen egyetlen szakmában, hanem mindig szeretne valami mást, valami többet, valami újat, valami jobbat, ami egy idő után iszonyatosan kimerítő lehet, hogyha mindig csak a jobb jár előttünk, így a fejben. Kimerítő is lehet, hogyha az ember állandóan csak szalad valami után. Teljesen megalapozott is lehet, hogyha vannak olyan szakmák, amiket bizonyos életszakaszban csinál az ember. Tehát mondjuk egy rohanós, vendéglátó ipari egységben egy rohangászós pincérállás, ez nyilván nem az 50 évesnek való. 30-40 évesen valószínű meg fog érni benne az, hogy ő váltani szeretne. Egyrészt azért, mert nem bírja, és ez általában egy nagy motivációs erő szokott lenni. Másrészt pedig mondjuk van tapasztalata annyi ebben a témában, hogy esetleg valami mást kezdjen el, hogyha van rá esélye. Általában egyébként, amikor az embernek megérett a váltás, akkor ott jön be valamilyen ötlet. Kedvencünk a véletlen, tehát valamilyen véletlen impulzus be fog esni. Egy kopogtat az ajtón. Így van. Egy barát azt mondja, hogy figyelj, itt keresnek valakit, aki pont azzal a készséggel kell, hogy rendelkezzen, mint te, és akkor lehet váltani, lehet menni. Ez természetes. Igazából az a lényeg, és hogy az életcél és az életcél eltévesztése, vagy nem meglátása, illetve az, hogy van-e erőm egyáltalán végigcsinálni, hogy eljussak odáig, hogy visszatekintve meglássam azt, hogy tulajdonképpen az én életemben ez volt a lényeg, ahhoz az kell, hogy ne essek szét. Plusz említetted is itt adáson kívül ugye a lecsendesedést, hogy ez itt is egy nagyon kulcsfontosságú tényező. Igen. Tehát én is csomó mindent csinálok, sok minden összefonódik az életemben. Ott szoktam észrevenni, vagy hogyha nem, akkor azért körülöttem vannak barátok, akik szokták jelezni, de én is észre szoktam venni, én azt szoktam mondani, amikor előjön a szenilla fázis, amikor úgy minden kiesik az ember agyából, és csak kapkod, akkor kell leülni. Lecsendesedni, akkor adni magamnak egy fél órát, akkor is, hogyha ez kényelmetlen, akkor is, hogyha pörgök ezerrel, mert pont ez a pörgés az, ami túlpörget. Ez olyan, mint amikor a gyerek, ha nem alszik el, mint a 7:30-8 körül, túl fog pörögni, és másnap is motoregér lesz, mert túlesett azon a fázison, amikor tud pihenni. Tehát nagyon sok gyereknek, akiket későn fektetnek, az a problémája, és azért nem tud aludni, mert túl fáradt ahhoz, hogy pihenjen. És ez a felnőtteknél is ugyanez van. Rengeteg alvási problémának az a lényege, hogy túlpörögtünk, és nem tudjuk leállítani, megállítani az agyunkat, az idegrendszerünk szétesik tőle. Ehhez ugye te is említetted, hogy a sokszor hallott, sok helyen olvasott, és tényleg hozzánk eljutó információ, vagy egy trükk, hogy lefekvés előtt fél óra, ez legyen egy olyan időtartam, amikor már nem nézegetjük a telefonunkat. Tehát ez a fél óra sok helyen visszaköszönhet az életünkben. Igen, és ez is egy elég nehéz, mert ugye az ember teljesen mindegy mit, de akár a pörgetést, vagy akár az olvasgatást kénytelen vagy letenni, mert különben az alvásod rovására fog menni. Én ilyenkor megpróbálok olvasni, de papíralaput, ha más nem egy magazint, mert az azért egy elég könnyed olvasmány, de kikapcsolja, és oda kell fókuszálnod egy helyre. Tehát az ki tud venni már minket abból a túlhajszoltságból, vagy túlpörgésből. Igen, és arra kell egy idő után mindenkinek, akinek ilyen problémája van, rájönni, hogyha van 15 problémám, attól, hogy én ezt a 15 problémát, mint egy imamalom hajkurásznám egymás után láncban, attól egyik se fog megoldódni, viszont engem tökéletesen kicsinál, és nem leszek olyan állapotban, hogy megoldjam. Hogyha le tudom tenni, és azt mondom, hogy oké, ma eddig tudtam, a legjobb tudásom szerint ennyi volt az erőm, holnap folytatom, most adok magamnak 6 óra, 8 óra alvást, kinek mennyi éppen, ami jut,
És majd holnap folytatom. És egyáltalán az, hogy ezt valaki ki tudja mondani, ez már rengeteget segít ahhoz, hogy tényleg az agyát is rászoktassa, hogy most este van, vége van. Majd nem holnap. Majd holnap folytatjuk. Próbáljátok meg ezt ti is, akár mondjuk a mai estén, hogyha eddig úgy gondoltátok volna, hogy valami nem oké az alvással, nem tudtok nyugodtan aludni, akkor ez egy abszolút jó trükk lehet. Meg persze közben elgondolkozhatok sok más érdekességen és hasznos gondolaton, amit az elmúlt egy órában Kozma Kati életúttanácsadótól hallottatok. Visszahallgatható lesz ez az adásunk is. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hét múlva pedig várunk vissza titeket ismét Kozma Kati életúttanácsadóval, és köszönöm Kati neked is, hogy itt voltál, itt vagy. Köszönöm, veled is jó beszélgetni, meg a hallgatókkal.